Zajlik a szavazat számlálás a törökországi választások után. A hivatalos részeredmények alapján magabiztosan vezet Recep Tayyip Erdoğan jelenlegi elnök az ellenzéki pártok közös jelöltje Kemal Kılıçdaroğlu előtt. Az ellenzék azonban azt állítja, hogy az állami hírügynökség hamis adatokat közöl, és valójában Kılıçdaroğlu áll az élen. Ha egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 50%-át, két hét múlva második fordulót tartanak.